szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelentett lakosokat a faluház előtti tó és híd átadási ünnepségén. Amikor ezt az átadási ünnepséget szerveztük, akkor arra gondoltunk, hogy próbálunk egy szerethető települést is építeni, és nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk ebben, amit én most nagyon szépen szeretnék megköszönni. Mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal segítették azt, hogy ez a mai rendezvény létrejöhessen, és ez a tó, illetve ez a híd ilyen formában itt elkészülhessen, ahogy elkészül. Mindenek előtt szeretném megköszönni ugye a kivitelezőnek, Víg Sanyinak, aki ezt a hidat ilyen minőségben is ilyen szépen elkészítette, illetve az ő embereinek, akikkel együtt dolgoztak. Szeretnénk még megköszönni ugye a tótechnika, illetve maga a tavi növények halak kialakítása Reik Nimrod érdeme, illetve felajánlok még narancsok is, amit majd arra szeretnénk kérni önöket, hogy az ünnepség végén ugye fogyasszanak, ami itt lesz. Nagyon szépen szeretnénk megköszönni a helyi lakosoknak is azokat a felajánlásokat, amelyek akár a forradborra, mint ahogy ugye a Jónás Szabit, akár ugye a Kürtös Kalács is, aki jött és ugye Kürtös Kalácssal ellát most bennünket, hiszen azt gondolom, hogy mindenkit hozzátette ehhez a magáért, és így tudott létrejönni ez az egységes egész, ami itt van. És az, amivel kezdtem is, hogy próbálunk egy szerethető települést építeni, ahhoz ez is hozzátartozik. A nyugdíjas klub is kedveskedett nekünk ugye süteményekkel, nekik is nagyon szépen köszönjük, ugye ezeket is majd arra szeretnénk kérni önöket, hogy az ünnepség végén jó étvágyjal fogyasszák, illetve az ételekhez, italokhoz tényleg azt hiszem, hogy az időjárás is kedves hozzánk, ha nem szakad az eső, úgyhogy lesz erre is kereslet. Ami fontos, hogy így össze tudjunk gyűlni, és így tényleg jó kedve el tudjunk egymással beszélgetni, és most mi ehhez próbálunk itt teret adni, és ez a műsor a következőképpen zajlana. A szalag átvágás után, a szalag átvágáshoz majd fogok kérni kettő segítséget, és én azt szeretném, hogy egy óvodás, illetve óvodás, ez mind a kettő? Egy óvodás és egy iskolás gyerek lenne, ezzel is jelképezve azt, hogy ez a tó nem csak nekünk készült, hanem a fölnövekvő generációknak is. És bízunk benne, hogy ez a híd annyira jól sikerül, hogy még őket is szolgálni fogja, és ők is ezt ki fogják tudni használni, hiszen itt nagyon sok fényképezkedés is történt, házasságkötések után ezen a hídon, ami itt volt, és úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen érdemes továbbvinni, ezt a hagyományt. Szóval a szalagátvágás után következne az óvodások műsora, az óvodások műsora után az iskolások is adnának elő egy színvonalas műsor, majd utána a Lóce együttes következne, azután pedig tényleg a kajálás, fiálás, amelyhez nagyon jó étvágyat kívánunk, és egy kötetlen beszélgetés lenne utána. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját, a tanyagornokok is nagyon sokat dolgoztak ezzel, és a többi önkormányzati dolgozó is. Szerintem nem tudom most így hirtelen mindenkinek megköszönni, de kérem, hogy mindenki értse a nevét alatta, mindenkinek ezt most nagyon szépen köszönjük. És a műsorhoz jó szórakozást kívánok majd, most pedig tisztelettel kérném szépen, hogy akkor várjuk át a szalagot. Most átmegyük a szalagot. Ez jó. Akkor kezdjük az óvodásokat. Most az iskola. Igen. És csak egy kérdezettem.
Bye.
Yeah.
egyes. Egyes, egyes. Kettő. Mézes kalács. Tovább. Nagy szeretettel köszöntjük kicsiket és nagyokat, mi vagyunk a Lóca Együttes. Fogadják szeretettel karácsonyi műsorunkat, biztatjuk a gyerekeket, hogy bátran jöjjenek közelebb, hiszen ez egy interaktív műsor, be lehet kapcsolódni, együtt énekelni, játszani, táncolni a Lóca Együttese. Bátran, gyertek, gyertek! Sárta kutyák ismerik, gyűjjenek már közelébb! Hát gyűjjenek közelébb, gyorsan is már is énekelünk együtt. Suttog a fenyves zöld erdő. Válasz egy pár, táncolhatunk is akár, azaz! Van-e kalács arácson? Ha nincs kalács arácson, szomorú a karácsony. Na hát én nem hagyom, hogy bárkinek is szomorú legyen a karácsony, ha már is készítünk valami finom karácsonyi süteményt. Mit szoktatok karácsonyra gyúrni? Mézes? Mézes kalácsot! Na gyúrjuk csak együtt! Egy, kettő, három, négy, mézes kalács, hová négy, nem megyek én messzire. Csak a forró tepsivel! Na most tapsoljunk hozzá! Egy, kettő, három, négy, mézes kalács, hová négy, benne gyerkén messzire, csak a forró tepsivel! Na mi mehetne még abba a forró tepsivel? Diós, mákos, bejg, pli, bizony, szoktatok bejglit is készíteni, igaz? Hát akkor gyúrjuk együtt már is a tésztáját! Segítsetek ti is, gyúrjátok velem! Majd a jó, egy kicsit át is melegszik, lépegessünk is hozzá, azaz! Süssünk együtt beglit! Süt, süt, süt! Süt a mama, süt! Diós beglit, mákos beglit! Süt a mama, süt! És tapsolunk a szomszédnak, szomszédnak! Egyiknek, majd a másik! Aztán a combunkat, hopp!
szórjuk a kinyújtott tésztát, meg a mákos tartalékkel is. Aztán feltekerjük gyorsan-gyorsan-gyorsan. És utolsó taps a szomszédnak. Kalács, de jó, az már jó pár napos, és egész hétig eleszegetjük azt a finom meglét, de nem csak édes, hanem... Sós süteményt sütök este septiben a tepsiben. Na mi legyen az a sós sütemény? Szeretitek a pogácsát? Mi szereti a pogácsát? Akkor már is gyúrjuk a tésztáját. Zoli meg itt recsegteti a szakszofonját hozzá nekünk. Sárba, latyakba, ropog a hó alatta. Na, és szeretne havat, akkor ez visszhangozza, hogy ha-hó! Ha-hó! Gyerekek! Gyerekek! Felnőttek! Felnőttek! Csengele! Csengele! Itt van a szép karácsony, itt van a szép karácsony, van-e kalács a rácson? Van-e kalács a rácson? Ha nincs kalács a rácson, ha nincs kalács a rácson, szomorú a karácsony, meg akkor is szomorú, hogyha nincs elég hó. Úgyhogy azt is visszhangozzátok, hogy a karácsony akkor szép, a karácsony akkor szép, hogyha fehér húvali, hogyha fehér húvali, nem is sárba latyagba, nem is sárba latyagba, ropog a hó alatta. Ropog a hó alatta, mert ropogjon az a hó. Én megessünk benne, válasz egy pár, forogjatok, táncoljatok, énekeljetek benne.
nekem varázsló a mesterségem, varázspálca a segédem. Na, húnyátok csak be a szemeteket, csukjátok be mindannyian. A felhőből lebben, limben, legyen fehér tőled minden, oda nézzetek! Ha vazik, he, ki, ha esik a hó, mert mi mindent lehet odakint csinálni, gyerekek? Játszani, hógolyolni, szángolni. Hát már is induljunk, akkor játszunk együtt a hóban, gyertek meg! Itt vannak a hószobrok, a hóemberek, csak akkor táncolunk, mint a hópehek a hóesésben, ha szól a muzsika. Szoborjáték, ismeritek, ugye? Igen! Na, akkor gyerünk! Nem mozdulj! Fel a kezünket, aztán kicsit elámosodtam, én mindjárt úgy érzem, hogy el is alszom.
Keljünk fel, pajtás! Mert a szakállamat lerágják a bolhát! Hát te mit álmodtál, pajtás? Én álmomban egy akkora szúnyogot láttam, hogy ketten vitték el a Vágóhídra. Hát te, pajtás, mit álmodtál? Én azt álmodtam, hogy megszületett a Messiás. Keljünk fel, pajtás! Na, keljünk fel, induljunk mindannyian! Aztán elindul az országúton, mi megugorhatunk utána, ha csípnénk belőle egy falatot. Na, ki tud a gombócok után ugrani? Rajta! Gyerünk! Juhu!
hogy csak egy nagyot elevenni. Itt malacot sütnek. Jól érzem a szagát. Bár csak nekem adnák a hátulsó combját. Na, az jó volna. Követni, megtalál minket a Facebookon, megjelent nemrégen két videóklipünk, van egy új lemezünk, Krisztiánnál lehet érdeklődni a kiadványaink felől is, most pedig karácsony készen. Yeah.
Viszontlátásra, sziasztok! A lánynak azt a bögrét vedd már meg, ezresi. Nézd már itt. A mókust, Ádám. Kéred a mókust. Nézd, 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 kislánynak. Ádám nevű bögrénk is van. Ádám nevű bögre. Hát még nem kávézik. Na most akkor a mókust elvetted? Jó. Szeretném elkészíteni, csak úgy. Hát itt ezt a bögrét ilyen szép, ez neki van. Lehet, hogy megvenném, de szarja meg, és akkor egy napja. Odaadjuk már. Na mi és úgy, mi is azt csináltuk, hogy beraktuk oda a dobozba. Most mondjuk, hogy oda leraktuk a műasztalunk. Kicsike, vegyél, mert akciós. Eladó csak vagy? Magának, csak magának, csak magának. Eladó sorba? Eladó sorba kerültek ezek, és nagyon akciós. Ha visz kettőt, akkor hármat van. Hari, az utolsó darabok, használd ki, át leszállni, árt szoktok már, árt már. De jó, hál' Isten. Hogy adjátok? Sziasztok. Hogy adjátok? Mit szeretné, hajpántot? Az a bajuszpántot. Masni nincsen? Van gyöngyös. Hajpánt, ilyen masnis hajpánt. Az masnis, baszki. Itt van. Ott van a masnis. We'll be right back.
Thank you.